Gyárlátogatással egy bekötött termékbemutatón vendégeskedtünk a Kőbányai Dréhernél, ahol meg is lehetett kóstolni a cég legújabb fejlesztését, a Pale Ale-t, ami háromféle komlóval készül, hidegkomlózásos technológiával, alkoholfoka pedig 4,8%. A fejlesztésbe bevonták a fogyasztókat is, folyamatosan tesztelték az elkészített ízváltozatokat, és végül a befutó az lett, amelyik a legtöbb kóstoló tetszését tudhatta magáénak. Tehát, hogyha ugye a köznyelben a sörfőzést említjük, akkor általában az emberek azokra a folyamatokra szoktak gondolni, amelyek ezen a telepen történnek. A gyártást tekintve az első megállónk az mindenképpen a száraz alapanyag kell, hogy legyen. Itt az előttetek lévő maláta silókban tároljuk a malátánkat, ez a legnagyobb mennyiségben felhasznált száraz alapanyagunk egyébként. Egy-egy silóban, tehát egy-egy ilyen hengerben nagyjából 250 tonnányi malátát tárolunk, de a hengerekből ugye 15 darab van és nem illeszkednek tökéletesen egymáshoz. A köztük lévő kisebb silókban is vannak különböző malátáink kisebb mennyiségben. Ezek általában valamilyen festőmalátát jelentenek, a nagyobb silókban vannak a világosabb pilzeni malátáink. 1993-ban újították fel a főzőházunkat, és akkoriban ezek közül az üstök közül 8 darabot visszaraktak az eredeti helyére, annak ellenére, hogy a technológia megújult. Tulajdonképpen ezek eredeti üstök az eredeti helyükön, de már nem használjuk őket. 93-ban új rozsdamentes üstök kerültek alájuk, tehát ezek alá vannak be ágyazva azok az üstök, amelyeket valójában főzésre használunk. A Dréher nagyon sikeres az innovációk terén, korábban a hidegkomlóssal léptünk be a piacra, utána a tangsörrel, és most úgy gondoltunk, hogy valami újdonságot hozunk el a fogyasztóknak, amivel egy új kategóriába lépünk be. A Pale Ale egy olyan kategória, ami az újdonságot keresőknek is nagyon izgalmas lehet, ugyanakkor akik inkább a tradicionálisabb lágeres ízeket keresik, ők is örömet találhatnak benne. Bocsánat, mi is az a Pale Ale egész pontosan, ha valaki nem tudná? A Pale Ale a lágerek ehhez képest abban különbözik, hogy ez egy felső erjesztésű sör, tehát az élesztő az fennmarad a felszínén, és így egy picit más ízvilágot hoz a sörnek, míg a lágereknél ugye az élesztő szépen lesüllyed az aljára. És mennyiben más ez az ízvilág, amit ez a Pale Ale hoz? Egy picit karakteresebb, egy picit kesernyésebb, ugyanakkor ennek a mostani Dréher Pale Ale-nek egy nagyon gyümölcsös, citrusos, frissítő ízvilága van. Ez köszönhető talán annak is, hogy ez a trend megjelent, hogy egyre több gyümölcsös sör jelenik meg a piacokon, és valahogy egy picit ezt is bele kellett kombinálni, vagy nagyot tévedek? A gyümölcsös sörök, vagy rádlerek, ők ugye a gyümölcs lének és a sörnek az összekeverésével készülnek, itt nem erről van szó, tehát ez egy Pale Ale, egy sör, aminek söríze van, viszont a komlónak a gyümölcsössége és citrusossága az, ami visszajön a sörízében. Mennyire lehet a sörgyártásban újat kitalálni, vagy újat mutatni, vagy újat találni? Mi minden évben tudunk valami újat és izgalmasat hozni a fogyasztóknak. Reméljük, hogy ezt a jövőben is tudjuk folytatni. Hogy néz ki, amikor az ember valami újat kitalál, nyilván le kell tesztelni, hogy hogyan ízlik a fogyasztóknak, és ha kitalálnak valami új terméket, gondolom, van egy ilyen tesztidőszak, és megnézik, hogy mondjuk van többféle változat, és melyik a legsikeresebb. Nagyjából így kell elképzelni egy ilyen fejlesztést? Igen, ezt a terméket már körülbelül egy éve, picit több mint egy éve fejlesztjük, és a tavalyi őszi időszakban lett kész több különböző főzet, amit kivittünk ilyen vaktesztelésre a fogyasztóknak, és a fogyasztók választották ki gyakorlatilag a több főzetből, melyik legyen az, amit idén tavasszal be tudunk vezetni. És ez a Pale Ale-nek a bevezetése elképzelhető, hogy valami komolyabb arculati változást is fog hozni a Dréher életében? Tehát lehet, hogy valami új ajtó nyílik ki? A Pale Ale-nek, mint a kategóriának egy vadonatúj arculata van. Az, hogy a jövőben ezt hogy alakítjuk, az egyelőre legyen titok. Az elmúlt években azt látjuk, hogy a prémium kategória növekszik, és a fogyasztók egyre inkább fordulnak a prémiumabb és minőségibb sörök felé. Ennek terméke az is, hogy egyre több és több típusú sör tud megjelenni a sörpiacon. Az elmúlt évben kb. 6,5 millió sör hektoliter fogyott az országban mindenhol. Ez jó számnak számít? Ez jó számnak számít, és nagyjából 480 millió korsósört adunk el mi, mint Dréher. Ez egy csodálatos mennyiség egyébként. Azt látjuk, hogy a melegben továbbra is jobban kedvelik a fogyasztók a söröket. Nagyon szívesen fogyasztanak olyan alkalmakkor, ahol több ember összegyűlik, baráti társaságok, például foci meccs vagy fesztiválok, de egyre inkább megjelenik a gasztronómia területén is.
A söröket nagyon jól lehet párosítani az ételekhez, és nem csak úgy, mint a boroknál, hogy egyforma, hasonló ízeket a hasonló ízekhez, de a söröknél az ellentétes, kontrasztos ízek is gyönyörűen kihozzák az ételnek, vagy éppen a sörnek az ízét. Így például mondjuk egy csokis browniehoz, egy Dreher Bock, ugye, ami egy barna sör, gyönyörűen kihozza az egymás egyik karamellizálást, vagy karamell ízt, a másik pedig azt a csokis, keserű csoki ízt. Egyébként a téli időszakban természetesen picit csökken a sörfogyasztás, tehát valóban van egy szezon. Még a szezonalitásnál azt érdemes elmondani, hogy a karácsonyi és a szilveszteri időszakban ott szintén megemelkedik, de ez megint az együtt töltött időről szól. Azt is elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen a sörfogyasztásnak a kultúrája egyre komolyabb lesz, ahogy az egyre többféle és minőségibb sörök jelennek meg? Igen, a Sörszövetség elindította a Sör mi több nevezetű sörkultúrát építő programját, most már 3 évvel ezelőtt, és ebben azt mutatják be, hogy a sört, a gasztronómiát hogyan lehet egymással párosítani, érdekes a sör és a hölgyeknek a kapcsolata, készült egy sörök és hölgyek keze kiállítás, ugye fotókiállítás, ahogy tartják a női kezek a sört, és általánosságban foglalkozunk azzal, mint sörgyártó is, hogy hogyan kell jól sört csapolni, hogyan kell karbantartani a csapoló rendszereket, melyik az a sör, ami tényleg igazán finom, tehát hogyha valaki odalép egy vendéglátóhelyen egy sör csaphoz, vagy egy pulthoz, akkor tudja, hogy mit érdemes nézni, és hogyan fogadja el azt a sört, amit kicsapolnak neki, hogy az igazán maximális élvezet lehessen. A Drehernek általában a célcsoportja a 25 év fölötti férfiak, de egyébként örömmel tapasztaljuk, főleg például a Dreher Festen, hogy szívesen fogyasztják most már hölgyek is. Ez talán egyébként még egy érdekes trend is, hogy azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy a hölgyek is egyre gyakrabban és egyre szívesebben fordulnak a sör felé. És általában ők is a férfiasabb változatokhoz nyúlnak, vagy ez is változó? A hölgyek jobban szeretik a könnyedebb, kicsit frissebb ízvilágú, gyümölcsösebb, mármint komlós, gyümölcsösebb, virágosabb ízű söröket. Mondhatjuk, hogy ez az új termék egy pici lépés talán feléjük is? Pici lépés feléjük is, de bízunk benne, hogy a férfi fogyasztóink is nagyon fogják szeretni a terméket. Pélél, egy ilyen sörről, egy felső erjesztésű sörkülönlegességről beszélünk. Talán érdemes egy-két szóban csak megemlíteni élsörök és lágersörök közti különbséget, a felső erjesztésű, illetve az alsó erjesztésű sörtípusok közti különbséget. Ugye alapvetően Magyarországon a legnagyobb része a söreinknek, amit minden nap fogyasztunk, az lágersöröket, alsó erjesztésű söröket takar, viszont egy feltörekvő trend itthon is az élsörök, a felső erjesztésű söröknek a készítése, forgalmazása, fogyasztása. Miben is más? Az alapvető különbség ugye az előállítási technológia, azon belül is az erjesztés, illetve az az élesztő, amivel előállítjuk a cukros sörléből az alkoholos késztermékünket. A nomenklatúra nagyon jól leegyszerűsíthető, vannak lágersörök, lágerélesztőkkel, alsó erjesztésű élesztőkkel, illetve vannak élsörök az élélesztővel, a felső erjesztésű élesztőkkel. Tehát ezért a termékért, mi itt a Dreherben bevezettünk egy új élesztőtörzset, ez sörgyártásban egy elég macerás dolog, a jól bevált régi gyakorlat mellé vállaltuk azt a komplexitást, hogy most tényleg behozzunk mindent ahhoz, hogy egy autentikus új fajtát is a fogyasztóknak tudjunk kívánni. A felső erjesztésű erjesztésnél, élélesztőkkel, amikor dolgozunk, akkor vannak alapvető különbségek a folyamatainkban. Első, legfontosabb, amikor kiválasztottuk, maga az élesztő kiválasztása. Ki kell ahhoz a fajta sörhöz, amit el szeretnél érni, ki kell választani egy megfelelő típusú élesztőt. Ez körülbelül számtalan lehetőség van. Élélesztőket használunk a búzasörökhöz, élélesztőket használnak a tipikus belga sörökhöz, élélesztőket használnak az Egyesült Királyságokban az ottani mindenféle sörtípusokhoz. A miénk az egy olyan fajta élesztő, ami leginkább ebbe a brit típusú élkategóriába sorolható bele. Ilyesmi élesztőket használnak a péléleknél, a goldenéleknél, különben ez az élesztő körülbelül az IPA kategóriát is megfelelően tudja hozni.
Amit magáról az éltípusú élesztőről tudni kell, hogy magasabb hőmérsékleten dolgozunk vele, az erjedés folyamán a lágerélesztőhöz képest viszonylag magas mennyiségű erjedési mellékterméket, ízaktív komponenst, aromát hoz, észtereket, amik a sörnek a gyümölcsösségét emelik ki, zöldalmától, banánon keresztül, akár a trópusi, más trópusi gyümölcsök ízjegyeig. A lágerekkel szemben, ahol igazából az erjedésnek, az élesztőnek az a feladata, hogy tiszta ízeket adjon nekünk a sör végén. Egy német, egy cseh típusú lágernél maláta ízt szeretnénk érezni, komló ízt szeretnénk érezni, komló keserűt, komló aromát, és körülbelül ez az, amire vágyunk. Egy éltípusnál sokkal komplexebb érzést szeretnénk átélni, pont ezekre a fermentációs melléktermékekre van szükségünk. Tehát kitalálunk egy sörprofilt, kiválasztunk hozzá egy megfelelő élesztőt, és utána ezzel a magasabb erjedési hőmérséklettel elindulunk az erjesztéssel, hogy egy komplex ízérzetet tudjunk adni a végén a fogyasztóknak. Érzitek, viszont ebben a sörben, remélhetőleg, mert én ma még nem tudtam megkóstolni, de éreznetek kell benne egy nem zavaró, viszont elég markáns és komplex keserű, komló keserűséget, illetve egy virágos, citrusos hidegkomlózást. És az egyik kulcsszót el is árultam, tehát azon kívül, hogy egy élélesztővel dolgozunk, megfelelő erjedési profillal, a komlókkal is játszadoztunk elég szépen. A főzőháztól kezdve gyakorlatilag a fermentációs folyamat folyamán is láttátok, akár a key visual-eken is, hogy büszkék is vagyunk erre, háromfajta aromakomlóval dolgozunk. Háromfajta aromakomlóval, ami között ott van a citra, ezt nagyon jól ismeritek, nagyon sokan dolgoznak vele szerte a világon, egy nagyon, nagyon szép komlófajta. A Chinook, ez egy amerikai komlófajta, keserűség mellett nagyon jó, tényleg tipikus amerikai komló aromákat, ezt a zöldes, gyantás komló aromát tudja hozzáadni egy sörhöz. És ami érdekesség lehet még ezeken kívül, hogy láttok egy cseh típusú aroma komlót, a Kazbeket, amit szintén felhasználunk különböző szakaszokban. Ahogy utaltam rá, egy ilyen komplex keserűséget kell, hogy érezzetek. Nem az a lágereknél megszokott, sima, egyszerű, tényleg legyen egy kis komlókeserűség, és nem is szeretnénk többet, mert az már zavaró lehet. Ezt úgy érjük el, hogy már a főzőházban operálunk ezekkel az aromakomlókkal.